Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. Kíváncsi vagyok arra, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt látható ez a kereszt. Ez utalhat vallási vagy spirituális témákra is. Amit itt ez a kereszt még jelent, amikor a sors utatok itt kereszteződik, tehát lesz egy találkozás. És ez nem véletlen, hiszen így van megírva a sorsok könyvében. Amit ez a kereszt még jelenthet, hogy ti eléritek az élet utatokon ezt a kereszteződést, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra, és akkor itt fontos döntésekről lesz szó. És itt látható ez az életút. Utal egy új irányra, döntésekre. Ez lehet egy új kezdet kettőtök között, és itt lesz egy közös életút. Ó, itt minden nagyon jól alakul, hiszen ez a virágcsokor szerencsét hoz. Azon kívül, ha te egy hölgy vagy, akkor utal a te nőiességedre. Ez a kártya jelenthet egy kellemes meglepetést, vagy egy ajándékot, vagy egy kreatív tevékenységet is. Amit ez a kártya itt még jelent május hónapot, tehát május hónapban lesznek ezek a fontos döntések, vagy akkor indul egy új kezdet. Itt lesz egy közös életút. Fontos döntéseket fogtok hozni. Hamarosan találkoztok, hiszen az élet utatok itt kereszteződik. Ez eltarthat május hónapig, amíg itt lesz egy új kezdet. Amit ez a kártya még jelenthet, a spirituális terület, és itt a virágok utalnak egy magán cégre, vagy egy kreatív tevékenységre, és ami a hivatást illeti, itt lesznek döntések, és egy új irány, egy új kezdet. Ezen a képen látható ez a torony. Sok mindent jelent. Ha a lelki társadról, vagy társnődről van szó, akkor ez egy magas, sovány, férfi vagy nő. Tehát mutatja a külsejét. Amit a torony még jelenthet, egy nagy város, vagy hivatalos dolgok, vagy egy bírósági ügy. De néha jelenti ez a torony a feszültségeket, amikor fogva érzed magadat, a félelmek, a bizonytalanságok így erre utalnak, és keress el egy kiutat ebből a toronyból, vagy labirintusból. De ez utalhat a lelki társadra is, az ő érzelmeire. Mindketten keresitek a helyeteket az életben, ahol úgy érzitek, igen, itt le tudok gyökerezni. Ez lehet a hivatás, ez lehet a lakhely, vagy a párkapcsolat. Amit ez a fa még jelent, a növekvés, de ez lassan megy, tehát kell a türelem, különösen ami a párkapcsolatot illeti. A kártya utalhat egészségügyi témákra is, és itt megvan a gyógyító erő. Vagy jelentheti azt, hogy téged érdekel ez a terület, mert ez a hivatásod, vagy a lelki társad dolgozik ezen a területen, lehet, hogy gyógyász, vagy orvos,
És akkor ez a kártya utalhat a kórházra is, tehát a munkahelyére. Előfordulhat, hogy te most megismerkedsz valakivel. Itt a gólyák is utalnak változásokra. Ez lehet egy munkahelyi változás, ez lehet egy költözködés, vagy hogy valami változik a párkapcsolatot illetően. Amit ez a kép még jelenthet, egy kisbabának a születése. És akkor itt megjelenik a kórház is, hiszen ott fog születni. Itt egy magas férfiről vagy nőről van szó. Kell a biztonság érzete, ahol úgy érzitek, igen, itt le tudtunk most gyökerezni. És a gólyák jelentik már ezeket a változásokat. Ha félelmek, bizonytalanságok fogva tartottak téged, mint egy labirintusban, akkor itt megvan a gyógyító erő, és lesz változás. Tehát átteszed magadat ezeken az érzelmeken. A felhő jelen pillanatban azt jelenti, hogy valami számodra még átláthatatlan. De ez a kártya jelentheti az időt is, mégpedig fél évet. Gondolj vissza arra, mit hogyan éltél át fél évvel ezelőtt, mert most valami vagy valaki visszatér hozzád. De azt is jelentheti, hogy most tervezel valamit, vagy ő tervez valamit, és fél éven belül ez megvalósul. Itt ez a kislány utalhat gyermekekre. Ez lehet egy kisbaba születése is, hiszen a gólyák is megjelentek ennél a jóslásnál. Amit ez a kislány még jelent, illetve szimbolizál, ez egy új kezdet. Lesz nálad egy új kezdet, egy új irány. És mielőtt te kezdenél, itt le kell zárni valamit. Ez a kártya utalhat régi dolgokra is, mint például egy kármikus szerelemre, vagy arra, hogy valaki visszatér hozzád a múltból, vagy valaki gondol rád a múltból. A kislány utalhat ártatlanságra, akkor is, ha jelen pillanatban ez még átláthatatlan, de hamarosan ez lezárul, hiszen a koporsó lezárja ezt a felhőt, azt, ami számodra most még átláthatatlan. Ez a kártya utalhat fél évre, amit átéltél a múltban, amire a koporsó utal, fél évvel ezelőtt, az visszatér hozzád. És ez a kislány utal akkor egy új kezdetre. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!